Nyilván Szegedhez nagyon sok minden köt az én szívemben is, hiszen ha valaki ott volt a gondolat tetté erősödésében, hogy ez a Horthy menet létrejött, az bizony Bene Gábornak meghívására, Fecser János és jó magamnak is köszönhető, hiszen mi bátorítottuk azt a Magyarok Szövetsége, akkor még Magyarok Szövetsége csapatot, hogy igenis el kell kezdeni helyreállítani a rendet, ami egyenes út ahhoz a rendhez, amiről itt Miklós barátom beszélt. Hát az volt, vagy az van, abban Novák Vilmos freskójára fölírva, aki ugye a belépéskor hirtelen fölnézett, Szent István portréja alakja felett, hogy úgy legyen, mint volt, Szent István birodalma. Ezen lehet gondolkozni, mert sok minden elhangzott ma is, de Szent István nem nemzetállamot alapított, és nem is alapított valójában államot, és magát is kikérte magának, mikor azt mondták, hogy ő első királya lenne a magyaroknak, azt mondta, nem én vagyok az első, én a számadik, számosadik vagyok. És hát igaz, hogy valahol az isteni hierarchiában és a szakrális királyság megteremtésében ő nagyobb volt, ahogy mondtad Miklós, mint a pápa. Ezt lehet igaznak mondani, hiszen egy önálló egyházat alapított, amit hitem szerint én egyszerűen úgy nevezek, hogy Fejér egyházat alapított. Nem véletlenül Székhelyén, Székesfehérvár egy Fejér vármegyének központjában született meg. Tehát Szent István városából jöttem. És azt az üzenetet hozom nektek, hogy kitartás, szegediek, soha ne hagyjátok abban, mert nem a tömeg számít, hanem a tömegessé váló minőségi idő. Mi is így küzdöttük ki az országzászlóteret, a Székely kaput, és a mai napig az egyetlen köztéri Horthy szobrot magyar területen. Ez pedig az az első, ami nem Kerekiben született, mert az magánterületre lett száműzve, hanem Csókakő vár alatti váralja területén, ami azóta Nagy Magyarország térnek neveztetett. Én azt mondom helytelenül, mert az még nem is olyan nagy, csak egészséges és igazságos, semmi több. Nos, ennyi minden köti össze Szegedet Székesfehérvárral, és hát nem régen Zetényi Csukás Ferenc a 101. évfordulóján a budapesti bevonulásnak körbejárta azokat a helyszíneket, amit a nemzeti hadsereg meglátogatott, innen Szegedről indulva, és hát azért azt sem véletlen, ne feledjük el, hogy a nemzeti hadsereg mielőtt bevonult volna a fővárosba, Budapestre, először Székesfehérvárra vonult be, onnan üzte ki a román megszálló sereget, akik mintegy, ha nem is 133 napig, de mintegy 101 néhány napig fosztogattak ugyan a vörös hadsereg, vagy a hadsereget vezető rablók, kónok és egyebek. Nos, én azt tudom nektek mondani, hogy van teendőnk nekünk Székesfehérváron azután is, hogy az országzászlótér helyreállítatott, hogy valóban van egy köztéri Horthy szobor, viszont mi 4-5 éve azért küzdünk, hogy helyreállítassék az a Bori Jenő emlékmű, ami a magyar katona halhatatlan dicsőségére állítatott azon alkalomból egy éves évfordulóján annak, hogy a nemzeti hadsereg bevonult Székesfehérvárra. Erre egy petíciót is indítottunk, és nagyon sok aláírás született, és át is vette a város vezetés. Nem tiltakozik ma a mai hatalom, közhatalom Magyarországon a Horthy emlékművek, vagy Horthy dicsőségének megemlékezései ellen, de nem is támogatja. Ez azért is mondom, mert a mai napig, bár 5 évet adtunk a petíciónkkal a helyreállításhoz, nem állt helyre ez az emlékmű, ami a köztérképen úgy látható, ti megnézhetitek, ha beírjátok, hogy Horthy emlékmű, mert a köztérkép Horthy emlékműként őrizte meg ezt az emlékművet. Tehát mikor mi idejövünk Fejér Szövetség képviseletében titeket üdvözölni,
kitartásotokat megerősíteni, akkor egy kicsit azért is jövünk, mert ti is erősítitek ezzel a rendezvénnyel, amennyi híre van, az, hogy igenis a dicsőséges, a halhatatlan magyar katona dicsősége a számunkra még Horthy Miklósnál is hatalmasabb. Itt az egyik beszédben elhangzott, hogy gondoljunk bele, hogy egy szétoszlatott magyar hadsereg, amelyet nem a magyar királyság területén oszlattak föl, rendeltek onnan haza, nem a határa sorakozott fel, hanem örömmel hazament szántani, vetni, végre családját megölelni, fél lábbal, vagy fél kézzel, vagy fél szemmel, ha kell, az mégiscsak fegyvert fogott abban a gyalázatban, ami 1918 után, tehát a Párizsi Béke Konferencia után már köztudott volt Magyarországon és mindenhol, hogy itt minden veszhet, minden elveszhet. És valóban ma meg kell magyarázni egy közembernek, mert nem hiszi, hogy lehetett volna úgy is, hogy a trianoni határokra fittyet hányva Szeged szerb lesz. Vagy például Székesfehérvár román, hiszen ott volt a román hadsereg, sőt Győrött volt a román hadsereg, az osztrákok is elkezdtek benyomulni, ugye tudjuk nagyon jól ezt a történetet, a nyugati határvidéken. És ezt nem akarja a mai ember fölfogni, pedig tudjuk, hogy párhuzamos történetként az ellenkezője is megszületett, hiszen Atatürk pedig visszaszerzett, sőt, a trianoni békében aláírthoz képest még területeket is csatolt a mai Törökországhoz, Görögország rovására. Tehát az, hogy egy békekonferenciának nevezett politikusi és államhatalmak és nem létező háttérhatalmak gyülekezete mit ír alá, azért nem mindig az lesz a világ rendje. Vannak azért lehetőségei azoknak, akik fegyvert fognak, ha kell, és halni mernek. Tehát én ezért mondom, hogy a dicsősége a halhatatlan magyar katonának a nemzeti hadseregben jelent meg, és nagyobb talán akár annál is, mint hogy talált egy igaz vezetőre Horthy Miklós kormányzóban, szakrális fejedelemben, mert a királyságot nem fogadta el. Úgyhogy kitartás, erő, egészség, hajrá Szeged, hajrá Fehérvár, hajrá Magyarország! És betartott az a 8 percet, másodperc pontosan. Látom, hogy sok a hely még ott. Én most arra kérnék,